Kurd és török tüntetők csaknem 60-an verekedtek össze a németországi Herne városában. Az észak-rajna-vesztfáliai településen Ankara észak-szíriai offenzívájának indulása óta ez már a második ilyen incidens volt. A két tábor farudakkal ütlegelte egymást. A rendőrök végül könnygázzal oszlatták fel a tömeget. Chahid Bassara, a Németországban élő kurd közösség főtitkára szerint Észak-Rajna-Vesztfália tartományban nagyon sok kurdnak élnek már rokonai, családtagjai, akik egyfajta védőhálóként funkcionálnak, amikor ezek az emberek megérkeznek Németország területére. Törökország berlini nagykövete a történtek után felszólította a Németországban élő török közösséget, hogy őrizzék meg a nyugalmukat és ne hagyják magukat provokálni.